Jó, akkor üdvözlök mindenkit a KIRDEV Node.js tanfolyamának első alkalmán. Én Fekete Sámuel vagyok, a KIRDEV körzetője. 3 évvel ezelőtt pont én is itt kezdtem a KIRDEV-es felfutásomat a Node tanfolyamon. Azóta a ConziSite-nek projektfelelőse voltam, ezt azért emelem ki, mert majd sok ConziSite-os példa lesz az előadásban is. Illetve 2 éve vagyok Node.js mentor, és tavaly is én tartottam ezt az előadást. Az előadásról így röviden, egészen gyors lesz, meg egész tömör, úgyhogy ne aggódjatok, hogyha mindent nem értek elsőre, majd a következő alkalmakkor lesz gyakorlati alkalom, és ahol jobban el tudjátok sajátítani a dolgokat. Az előadásról lesz felvétel, illetve a diákat is meg fogjátok kapni, szóval így igazából jegyzetelni, vagy ilyesmi, ez nem feltétlenül szükséges. Illetve Pillatisztán volt a korábbi Node előadónk, az ő munkája is nagyon sokan ebben a diasorban. És akkor egy gyors áttekintő, hogy miről lesz ma szó, meg később a Node tanfolyam során. Elsősorban így a webes alapozót kicsit összefoglaljuk, hogy hogyan is működik a web, és mit csinál a backend, mit csinál a frontend, hogy néz ez ki. Majd megnézzük, hogy a Node.js mint futtatókörnyezet mit tud, illetve ránézünk, hogy milyen projektet fogunk implementálni a tanfolyamok során. Majd a TypeScript nyelvvel is megismerkedünk, végül pedig bemutatom röviden a Node.js, a híresebb Node.js keretrendszereket. Következő 2 alkalom pedig gyakorlati alkalom lesz, ahol majd veletek együtt implementálunk egy ilyen kis projektnek a backendjét, és ugye a Nest.js fogjuk használni, azt majd a következő alkalom lesz részletesebben bemutatva. És akkor a web működéséről, ugye ez már az előző alkalmon is kicsit elhangzott, most egy picit mélyebben belemennénk. Ugyanonnan indítunk, hogy valaki a saját böngészőjében megnyit egy weboldalt, most legyen ez a ConziSite. Ilyenkor az történik, amikor ezt a mondjuk egy Enter-t nyom erre az URL-re, akkor egy HTTP kérés indul el GET metódussal erre az URL-re. A ConziSite-ot a mi saját szerverünkön futtatjuk, ez egy olyan virtuális szerver, amin sok más kérdeves alkalmazás is fenn van. Ez most annyira nem lényeges, de a lényeg, hogy a ConziWig HK-ból a DNS rendszeren keresztül megtudja, hogy mi az IP címe a mi szerverünknek, és ahhoz a szerverhez fog eljutni a kérés. A kérdeves szerver szélén van egy ilyen reverse proxy, ami eldönti a ConziWig HK URL alapján, melyik konkrét kérdeves alkalmazáshoz kell irányítani ezt a kérést. Ez egy ilyen konfigurációs fájlban bent van, hogy a 3000-es porton fut mondjuk a ConziSite, és akkor a sok kérdeves webszerver közül a ConziSite-hoz irányítja konkrétan a kérés. Az pedig már egy ilyen Node.js alkalmazás, amit ma látni fogunk pár ilyet. És az a per consultations, ez pedig már az alkalmazáson belüli irányításra szolgál. Ezt majd inkább a következő alkalommal fogunk látni ilyen kontrollereket, a consultations kontrollerhez fog befutni a kérés. Ott is egy ilyen get annotációval dekorált függvény fogja kiszolgálni ezt a kérést, ami visszaküldi a konzultációkat. Ez most nyilván itt egy string, nyilván ez ennél bonyolultabb valóságban, ezt majd meg fogjuk nézni a következő alkalommal. És akkor, hogyha megvannak a konzultációk a szerverünkön, akkor ezt egy HTTP válaszban küldi vissza a kliensnek. Itt fontos, hogy van egy ilyen státuszkód, ez a 200 oké jelenti azt, hogy minden rendben volt, kiszolgáltuk a kérést. Ebből van sok egyéb is, aki jártas tanulnál találkozott a kirkuttyal, abban meg lehet ismerni az összes ilyen státuszkódot. Illetve fontos még a content type, az, hogy milyen típusú adat érkezik a válaszban, hiszen a válasznak az lesz mondani a tényleges lényege, hogy ami az adat, ami benne utazik. Ez most itt a példán HTML, tehát konkrétan HTML kódot küld vissza a szerver. Ebben az esetben ugye ott utána követi a HTML kód, és ezt a böngésző az előző órán elmondottak alapján kirendeleli a böngészőben. Sok esetben ez nem HTML lesz, mint például a ConziSite-nál sem HTML, de erre hamarosan rá fogunk térni. És akkor kicsit így a paraméterekről, meg még ezekről a get post kérésekről. Amikor egy linkre rákattintunk, vagy egy URL-t beírunk, akkor mindig egy get típusú kérés indul valamilyen szerver felé. Itt mindig csak adatlekérés történik, adatmonosítás soha sincsen, de paraméterezni tudjuk különbözőképpen a kérést, ezt ugye általában nekünk kell kézzel beírni, hanem ezt a weboldalak úgy vannak felépítve, hogy ezek automatikusan küldődjenek. Itt például
látjuk meg ezt a per consultations, az a 12, ez itt egy azonosító, ami konkrétan a 12-es azonosítói konzultációra kérdez rá, ezt hívjuk route paraméternek, útvonal paraméternek, ugyanis így az útvonal a fix helyen van, hogy a consultations per után ott egy azonosítót várunk. Ez majd szintén következő alkalommal egyértelmű lesz, amikor ennek a ehhez backend kódot is látunk. Illetve vannak még ilyen query paraméterek, ezek pedig így a kérés végén egymás után akár több is lehet, kulcs érték párokban rendeződnek el. Ez mondjuk most itt azt jelentetné, hogy lekérjük a 12-es azonosítói konzultációt, és annak a tárgyat is szeretnénk hozzákérni. Jó, ezek a get kérések, és akkor a bonyolultabb dolog, az a post, put, patch, delete. Ez egy mondjuk egy form leadásakor, valamilyen gombra kattintáskor történnek ilyen kérések. Ilyenkor általában majdnem mindig történik adatmódosítás is a háttérben az adatbázisban. És itt ugyanezek a paraméterek itt is elérhetőek, de van egy ilyen request body is, ahol tetszőleges formátumú adatot lehet még küldeni a szerver felé. Például, hogyha egy formot leadsz, akkor itt fogon, magában a formban kitöltött dolgok itt fognak utazni. Itt pontosan erre majd szintén visszatérünk meg, de a post az, amikor létrehozunk valamit, a put patch az a szerkesztés, a delete pedig nyilván a törlésnél van. Jó, és akkor sokat hallhattak a backend frontend fogalmakról, ezek pontosan mit is jelentenek. Talán így első megközelítésből ez a kép lehet a legjobb ötlet erre. Ugye a frontend az, amit a felhasználó lát, a backend az, amit a felhasználó nem lát. Ez egy ilyen nagyon nagy leegyszerűsítés. Igazából architektúrától függ, hogy ez pontosan mit jelent, de egy olyan úgy is ki lehet ezt igazából fejezni, hogy a backend az a kód, ami a távoli szerveren fut, még a frontend az, ami felhasználnak a böngészőjében. A backenden fog történni minden üzleti logika, adatok mentése, adatbázis kapcsolatok, hasonlók, még a frontend kód az a kinézetért és az interaktivitásért felelős, illetve itt jelennek meg az űrlapok, hogy azokat hogyan kezeljük, mi történik, ha egy felhasználói gombra kattint, ilyesmi. A backend kód az arra igazából, hogy milyen nyelven írjuk, nagyon sok lehetőségünk van. Itt most felsoroltam párat, amiben gyakran írnak backendet, de ennél ez akár több minden is lehet. Fontos, hogy általában ebből egyet választunk, és egy projektnek a backendje az egy nyelven van, de egyébként mikroszolgáltatásoknál ez lehet akár több is. Frontenden pedig ugye ez a frontend kód, mint ahogy mondtam, ez a böngészőben fog futni. Itt nincs nagyon más választásunk, mint HTML, CSS, JavaScript, ezt a háromt együtt, ahogy ezt a webes alapozón láttátok. Illetve van még WebAssembly, de azzal nem foglalkozunk. És akkor ezt majd talán mondtam is, de azt még kiemelem még egyszer, hogy az, hogy a backend meg a frontend kód mennyire különül egymástól, az nagyon architektúra függő. Úgyhogy most pár ilyen architektúrát fogunk megnézni, hogy hogyan is lehet weboldalakat felépíteni. A legegyszerűbb az a statikus weboldalak. Itt nincsen valódi persistens adat, amit maga a weboldal vagy az adatbázisban tárolna. Ezek csak ilyen nagyon egyszer használatos weboldalak. Ilyet láthatok például a webes előadásokon. A kirkuty, amit itt láttok a képen is, és ilyen. Ilyenkor egy HTML, CSS, vagy akár több HTML, CSS és JavaScript file előre el van készítve, és egy file kiszolgáló szerveren ülnek, és amikor te beírod azt az URL-t, amihez tartozik, akkor ezeket a fájlokat letölti a böngészőre egyszerűen, és megjeleníti a bennük lévő tartalmat. Nyilván ez komplex alkalmazásokra nem elég, hiszen nem szeretném mondjuk egy webshopban az minden egyes terméknek. Igen, tehát nem szeretném mindegyiket kódba leírni, ez lehetetlen lenne ezt fenntartani. Úgyhogy egyel bonyolultabb, vagy egyel egyel komplexebb dolog a multi-page application. Itt már egy tényleges webszerver van a backenden, ahol az üzleti logika részében kiolvas valami adatot az adatbázisból, azzal valamit csinál igazából, valahogy átalakítja, majd utána még a backenden HTML-t fog generálni igazából ott helyben, azok az alapján, amilyen adatokat kiolvasott az adatbázisból. Itt most, amit látunk, ez, vagy nem tudom, hogy ennyire látszik, de ez egy ilyen HTML templating language-ből egy ilyen példakód, igazából tanulósból egy példakód. Nem kell érteni most a teljes lényeget, annyit kell látni, vagy akkor elmondom, hogy nem látjátok, hogy itt alapvetően HTML kód, itt például egy div van, egy h1,
egy P, tehát ezek ilyen egy oldalnak a felépítése, de abban beszöknek ilyen procedurális dolgok, mint változók, meg elágazások. Itt például a H1-en belül egy ilyen fura jelben group.name van írva, tehát mondjuk visszatjuk ezt úgy, hogy az adatbázisból lekérte a backend egy csoportnak az adatait, és akkor a csoport neve fog bekerülni ebbe a H1-es tagbe, és az lesz fönt a weboldal tetején, és akkor itt mondjuk group started, group ended, hogyha már elkezdődött, de még nincs vége, akkor kiírja ezt a szöveget, ha már vége a csoportnak, akkor ezt a szöveget írja ki. Itt vannak még ifek, itt ez már még kevésbé látszik, mert piros, de itt van egy groups.users.forEach. Groups.users az egy töm, mondjuk, hogy kik vannak benne a csoportban, és ezeken egy végig iterál, és minden egyes userhez ezt a divet le fogja generálni, és így nem kell milliószor azt odaírnunk, hanem azt majd meg fogja csinálni. És ez a HTML a szerveren elkészül, és amikor készen van, akkor ezt küldi ki a te böngésződnek, és ezt fogja megjeleníteni a böngésződ. Ez még ma is amúgy gyakran használt, például a kérdevnél már annyira nem, a tanulós talán így a legjelentősebb, hát nem csak a tanulós, például a PK is ilyen, ami ezzel volt író, de manapság az új projektjénket már nem így írjuk. A hátrányaira mindjárt visszatérek. És akkor ezzel szemben a single page application, ilyenkor a szerver nem foglalkozik egyáltalán a megjelenítéssel, csak nyers adatokat fog leküldeni a kliensnek, a kliens pedig először, tehát úgy kezdik igazából az életét a kliens, hogy a backend szerverhez nyúl az adatokért, és azok alapján építi fel a weboldal teljesen magától. Itt most szintén nem jól látszik, de mindegy. Ez például a Konzi site-nak az alap HTML kódja, a frontend HTML kódja, abban csak annyi van, hogy van egy head, itt meg vannak adva egy JavaScript fájl, meg egy CSS fájl, és a body-ban azt látjuk, hogy gyakorlatilag üres. Ez a NoScript, ez csak akkor jelenik meg, hogyha nincsen JavaScript a böngészőben engedélyezve. Tehát üres body, amikor a Konzi site-ot betöltitek, akkor ez az első HTML fájl, amit letölt. Ez teljesen üres, és a frontend kód ebben a JavaScript fájlban fog elindulni igazából, és ott egy kérést nyújt a backend szerver felé, lekéri ezeket a nyers adatokat, és azok alapján építi fel dinamikusan magát az oldalt. És ilyenkor a szerveren ilyen előre definiált végpontok vannak, ahol megvan az, hogy milyen adatokat lehet lekérni, illetve milyen módon lehet azokat módosítani. És akkor ilyet fogunk majd mi is építeni, a backend részét fogjuk itt ezen a Node tanfolyamon építeni, és a React tanfolyamon pedig a frontendet fogjátok megcsinálni. És akkor a Konzi site igazából így egy példára, egy a kérdebből, ahol ezt így pont azokkal a technológiákkal csináltuk körülbelül, mint ami a tanfolyamnak is az anyaga lesz. Akkor most bemutattam három ilyen architektúrát, ennek meg vannak bonyolultabb, meg egyre jobban egymással átfedő megoldások is. Itt van egy ilyen videó, egy link egy videóra, ezt akit érdekel, meg lehet nézni, hogy 10 ilyen architektúrát bemutat. Köztük ugye a Next.js az, ami tud sok ilyen extra dolgot. De akkor most egy kicsit megmutatnám, hogy ez hogyan is néz ki valóságban. Na, tehát itt van a tanulós, amire azt mondtam, hogy ez egy multi-page application. Ezt még nem magyaráztam, hogy miért így hívják. Itt azt kell megfigyelni, hogy ha bármire rákattintok, akkor igazából egy ilyen teljes újratöltése történik az oldalnak. Tehát látszik, hogy ott van egy kis töltés a böngészőmben, illetve a teljes oldal kírül majd újra feltöltődik tartalommal. Ezzel szemben a Konzi site. Itt látszik, hogy ilyen töltés közben nincsen. Egyszerűen csak ami megváltozik az oldalon, az változik meg. Például a fejléc, az teljesen ugyanaz marad, nem töltődik újra az egész oldal. És akkor a Chrome DevTools-ot használva megnézhetjük, hogy mi is történik. A Network tabon, és ha beállítjuk, hogy mindent szeretnénk látni, akkor egy ilyen megnézhetjük, hogy milyen kérések futnak igazából a háttérben. És látjuk, hogy amikor átmentem egy másik oldalra a tanulóson, akkor egyrészt letöltött az a dokumentum. Ha ezt megnézzük, akkor ez valójában ténylegesen HTML kód érkezik itt le. Ez az, amit igazából megjelenít a böngészőnk. És emellett még itt CSS fájlok jönnek le, JavaScript fájlok, és ezeket minden egyes kattintásnál igazából újra és újra le kell tölteni a böngészőnek. Hiszen ezért is hívják multi-page application-nek, mindig egy másik oldal nyílik meg, ami mindig először
a backend szerveren indul azzal, hogy legenerálja a HTML-t, aminek mind része lesz ez a sok CSS meg JavaScript. Az is látszik, hogy amúgy ezeket nem tölti le mindig a böngésző, már keseli őket, szóval azért okosabb ennél a Google Chrome, de azért látszik ennek hátrányai. Ezzel szemben mondjuk a konzisztálytom, hogyha most átmegyek a csoportokra, akkor itt látszik, hogy három kérés van, ebből igazából az első kettő ez nem fontos, ez az egyetlen egy dolog, ami a szerverre felé fut, az egy lekéri az összes csoportot, és azt így látjuk, hogy ezt nem is HTML-ben küldi, hanem csak ezt majd mindjárt beszélünk erről, JSON érkezik itt meg, és sokkal kevesebb alatt utazik a hálózaton. De hogy ennek mi a single page application-nek akkor a hátránya, azt is nézzük meg, amit eddig itt nem mutattam, hogyha most teljesen újra töltöm az oldalt, akkor az első töltésnél viszont annak a nagy JavaScript fájlnak, ami végzi ezt az egész dolgot, annak le kell töltődnie. Itt látszik ez a main.javascript, ez 460 kilobajt. Azért ez úgy, hogy az csak kód, az egy elég nagy fájlnak vehetjük. Szóval igazából ez adja a single page application-nek a hátránya, hogy jól nem látjátok. Az igazából lényeget elmondtam szerintem. Szóval a single page application nagy hátrány, az első töltés az mindig lassú, hiszen egyrészt le kell tölteni a teljes nagy JavaScript-ot, amiben amúgy majd React kód van benne, illetve utána még amikor letöltötte a JavaScript kódot a böngészőt, akkor indul el a kérés a backend felé, amit a backend kiszolgál, és utána tud majd rendesen felépülni az oldal. Viszont hogyha ez egyszer megvan, utána már nagyon interaktív az oldal, és nagyon rövid töltési idők vannak. Akkor ez a REST Representational State Transfer, ez egy architektúra, ami a single page application-öknél jön be nagyon a képbe. Ez az, ami megszabja, hogy egy ilyen rendszerben, ahol a backend meg a frontend ennyire elkülönül, mint egy SPA-ban, egy single page application-ben, ott milyen hatáskörön a backendnek, a frontendnek, és milyen interfész van közöttük. Ugye mondtam, hogy egy ilyen esetben a backend az egy megszabja, hogy milyen adatokat lehet lekérni, és milyen műveleteket lehet rajtuk végezni. Az igazából itt ezen a REST interfészen történik meg. Az interfész végpontokból vagy endpointokból áll, ez egy ilyen endpoint, az áll egy HTTP igéből, ezeket, amiket néztünk, illetve egy URL-ből. És akkor mondjuk itt látunk egy példát szintén a ConziSite-ból, mondjuk a tárgyakon olyan műveleteket lehet végezni, hogy get subjects. Ez visszaadja az összes tárgyat, ami el van tárolva az adatbázisban. Még a post subject, az egy subjectet létre lehet vele hozni. Get subjects per ID, az egy adott subjectet fog visszaadni. A patch az szerkeszti, a delete pedig törli azt az egy adott tárgyat. És akkor általában ez az egész REST API, vagy REST, ez nem egy ilyen protokoll, ezt nem kell szigorúan venni, ez egy ilyen ajánlás, hogy hogyan lehet jól felépíteni ilyen backend rendszereket. Általában minden egyes erőforrása, vagy minden egyes entitása, amit itt tárolunk egy ilyen rendszerben, mint mondjuk ConziSite-nál ilyenek a konzultációk, a csoportok és a tárgyak. Minden egyes ilyen entitásra ezt az öt alap végpontot szinte mindig felvesszük, amivel le lehet kérni az alap dolgait, és lehet szerkeszteni, meg törölni a adatokat. És akkor emellé felvehetünk még tetszőleges műveleteket, amire szükség lehet. Ilyen például itt, hogy importálni subjecteket, egy adott tárgyra feliratkozni, vagy arról leiratkozni, és hasonlók. És akkor miért is jó ez nekünk? Ugye azt mondtam, hogy itt nagyon eltávolodik egymástól a backend és a frontend kód. Ugye most is mondtam, hogy a backenden csak is adatok, tehát nem foglalkozik a megjelenéssel, csak adatokat küld vissza nyersen, és adatokat is vár az ilyen műveleteknél. Ez azért nagyon jó, mert így igazából a backend és a frontend fejlesztés egymástól tök függetlenül mehet. Tehát lehet például ebben az interfészben megegyezünk még a fejlesztés előtt, hogy ez így fog kinézni. És akkor a kettő csapat, mondjuk aki a backend és a frontenden dolgozik, az egymástól tök függetlenül dolgozhat, megegyeztek, hogy ez lesz az interfész közöttük, és mindenki leimplementálja a saját részét. Illetve természetesen, mivel a backend nem felelős azért, hogy nézzen ki a kliens, ezért több kliens is csatlakozhat hozzá. Például olyan gyakori példa manapság az, hogy egy rendszerünknek van egy weboldala, meg van egy Androidos, meg egy iOS-es alkalmazása is, akár három különböző kódbázisból. Ez a három mind használhatja ugyanazt a backendet, csak
ugyanazokat a végpontokat hívogatja az iOS app, az Android app, meg a web app is, és csak a kliens részét kell újraírni az egésznek. És akkor ugye mondtam, hogy már előbb mutattam is azt a JSON-t, hogy így nyers adatok utaznak igazából a házadon, nem HTML, de a JSON lesz majdnem mindig a formája ennek az adatoknak ilyenkor. JavaScript Object Notation-t rövidít, de ennek igazából a JavaScripthez túl sok köze nincsen, tehát olyan rendszerekben is nagyon gyakran használják, ahol nem használnak amúgy JavaScriptet. Az alap típusai azért nagyon hasonlítanak ahhoz, mint amilyen JavaScriptben is, nem véletlenül. A gyökérelem az mindig egy ilyen objektum, egy kapcsol zárójel. Az objektum az egy kulcsértékpárok rendezetlen gyűjteménye, ez a JavaScriptben is nagyon gyakran előjön. És akkor ezt, itt is ezt látjuk, hogy kulcsérték párokat lehet fölvenni. Lehet az értéknek a típusa a string, lehet szám, lehet boolean, lehet még egy objektum, és akkor így lehet tetszőlegesen komplex dolgokat csinálni, illetve lehet egy tömb is, amiben lehetnek megint stringek, vagy megint objektumok, meg minden egyéb. JSON-nál JavaScriptben különösen egyszerű igazából dolgozni, mivel a fordítás egymás között nagyon egyszerű, igazából egy ilyen JSON objektum az magában is érvényes JavaScript kód, tehát ezt egy változónak lehet ilyet adni igazából, ez egy JavaScript objektum, annyi, hogy JavaScriptben nem szoktunk idézőleg közé rakni ilyenkor a kulcsokat, de egyébként az sem tilos, tehát érti a nyelv. Bármi kérdés az eddigiekhez? Jó, tehát akkor ami fontos, hogy ebben megmaradjon, azok az a single page application-nek az architektúrája, hogy a backend és a frontend egymástól teljesen független projektként fognak létezni, és köztük a REST definiáljuk az interfészt, jó esetben előre definiáljuk ezeket, és JSON-ben fog utazni az adat. És akkor nézzük meg, hogy mi is az a Node.js, amire a tanfolyam címe igazából. Ugye a webes alapozón arról hallottatok, hogy a JavaScript azért készült, hogy a böngészőben interaktív dolgokat lehessen csinálni, és tudjunk kódot futtatni. Most a Node.js felelős azért, hogy JavaScriptet ne csak böngészőben futtathassunk, hanem más környezetben is. Tehát ez igazából egy futtató környezet, aminek az API-ja az JavaScript, azaz tehát JavaScript nyelvet lehet használni ahhoz, hogy ilyen programokat futtassunk. És aszinkron és eseményvezérelt. Ez igazából azt jelenti, hogy egyszerre több kapcsolatot tud fogadni, és bizonyos műveleteket aszinkron el tud végezni, ami azt jelenti, hogy mondjuk ha egy fájlt be kell olvasni az egyik kérés teljesítéséhez, akkor amíg az a fájl művelet történik, addig ő tud más kéréseket fogadni és azt is kiszolgálni, és amint végez a fájlbeolvasás, akkor tér vissza annak a kérésnek a kezelésére. Így sokkal jobban skálázható, mint más mondjuk PHP-s rendszerek lehetnének. Mindenre használják a Node.js-t, igazából nagyon elterjedt így a használata webes, meg egy nem webes környezetekben is. Streaming rendszerekre is használják, mint ahogy mondtam, jól skálázódik. A frontend keretrendszereknek is a platformja, amit látni fogtok majd React, de azon kívül sok másnak is, például Electronic Ionic-kal Windows desktop alkalmazásokat is lehet készíteni vele, illetve ilyen extra IoT és deep learningre is lehet használni akár. És akkor milyen alkalmazást fogunk építeni a tanfolyam során? Egy ilyen ticketing, vagy hát hibajegykezelő rendszer lesz, ami mondjuk így a kirdevnek lehetne egy fontos rendszere, ahol a felhasználóink különböző oldalakhoz tudnak felvenni hibajegyeket, hogy mit találtak, ami nem jól működik az oldalban. A három entitásunk az majd a hibajegy, a tábla vagy board és a címke lesz. A tábla alatt kell érteni mondjuk egy oldalt, mint a ConziSite. A hibajegy ez egy konkrét hiba, vagy egy konkrét ajánlat, hogy mit vettek észre azon az oldalon, és akkor ezekre még lehet címkéket rakni, mint például a ConziSite-hoz felteszik, hogy nem tudom, ha ide kattintak, akkor itt egy hiba üzenet jön, és akkor rálátják címkének, hogy bug, mert hogy ez valami nem okés. És az architektúra, vagy hát igazából a textekünk mi lesz, hogy milyen technológiákat fogunk ezt használni. Itt majd pár dologban jobban inkább a következő alkalommal megyünk bele, de azért egy gyors átfutással. Az adatbázisunk egy Postgres SQL relációs adatbázis lesz. Maga a webserver, tehát a backend része, az Node.js futtatókörnyezet felett lesz TypeScript nyelven fogjuk írni,
NestJS keretrendszerre, ezekkel mind meg fogunk ismerkedni, vagy ma, vagy következő alkalommal. A kliensen TypeScript-tel React alkalmazást fogunk készíteni, és köztük ez a RESTful REST interface lesz. De ahhoz, még ehhez kérdések, hát itt nem sok minden volt, de ha van esetleg kérdés. A TypeScript nyelvet már sokszor említettem, úgyhogy most térjünk rá erre. Szintén az előző alkalommal a JavaScriptről sok szó volt, hogy az hogyan működik és mit tud, és említve volt sok hátránya is. Ezekből némelyiket a TypeScript kijavítja, leginkább az, hogy a JavaScript egy gyengén és dinamikusan típusos nyelv, ami azt jelenti, hogy futási időben változhat a változónak a típusa. Azaz soha nem tudjuk biztosan, hogy egy változó milyen típusú, amikor azt mondja a készhez kapjuk, vagy csak akkor, hogyha azon konkrét függvényeket futtatunk, hogy leellenőrizzük ezt. A TypeScript az egy olyan, ez egy nyelv konkrétan, amit a JavaScript felé építettek, tehát a JavaScriptnek egy kibővítése, ami egy transpiled language, ami azt jelenti, hogy fordítani kell ahhoz, hogy futni tudjon. Tehát TypeScript magában nem tud futni semmilyen gépen, ezt JavaScriptbe lehet fordítani. És ez egy open source, Microsoft által gondozott nyelv, ami nagyon nagy népszerűségnek örvend, igazából így JavaScriptet magában már nagyon kevés helyen használnak így az iparban is, meg hát az iparban egy pont lehet, hogy igen, mert elmaradottak egy kicsit, de igazából majd ezt látni fogjátok, hogy erősen és statikusan típusos, tehát hogy minden változónak fix típusa lesz, ez mekkora segítség lesz majd egy ilyen kis projekten is már, tehát egy kérdeves szintű projekten is nagy segítség, de egy annál jobb, amit mondjuk céges környezetben van, meg még inkább. Tehát annak köszönhetően, hogy fordítás, van egy fordítási lépés, ez így elsőnek rosszul hangzik, mert annál több idő, mire futni fog a kódom, de valójában ez azt teszi lehetővé, hogy például a te fejlesztői környezetben, miközben írod a kódot, már szól neked a fordító, hogy az ott nem fog működni, az nem fog fordulni. Úgyhogy így a bugokat sokkal hamarabb el lehet kapni, nem futási időben kell ezt debugolni, hanem már nagyon sok minden igazából kódírás közben látszani fog. Itt van pár link szintén videókhoz, meg dokumentációkhoz, akit érdekel, ezeket meg lehet nézni, főleg ezt a The Basics videó, TypeScript The Basics, ezt különösen ajánlom mindenkinek kicsit átismételni, de most mi is megnézzük így az alap dolgait a TypeScriptnek. Ugye mivel azt mondtam, hogy a JavaScriptnek a kiegészítése, ezért nagyon sok minden, amit elmondnak, az JavaScriptben is úgy van. És itt már sokat az előző alkalommal el is mondtak, ez csak egy gyors ismétlés. Ugye háromféle változó deklarálás, a var azt nem használjuk, mert globális változót hoz létre, és akkor van a let, ami az általános változó, a const pedig a konstans. És akkor itt látunk egy TypeScript-es változó deklarálás, pont úgy, mint eddig, csak egy kettős pont után ideírjuk, hogy milyen típusa lesz ennek a változónak. Mivel lettel hoztuk létre, ezért az később is megváltoztatható. Itt most létrehozunk egy const változót, aminek 5 mint string lesz az értéke, és string a típusa. Ilyenkor ez később, ha ezt így írnak a kódba, akkor itt már dobnál is a fejlesztői környezet a hibát, hogy ez nem fog menni, mert const változót nem lehet később átírni. Úgy szintén nyilván nem lehet olyan típust adni egy változónak, mint amilyen értéket nem vesz fel, tehát mivel itt egy stringet adunk meg neki, hiába 5 van benne, ez egy string, annak nem lehet number típusra, erre szintén még fordítási időben szólni fog. Előző alkalommal is volt szó ugye a 2 egyenlő 3 egyenlőről, ez pont úgy működik, mint JavaScriptben. Ha 2 egyenlő van, akkor csak az értéket hasonlítja össze, tehát itt most B és C mind a kettőben 5 van, csak az egyikben string, másikben szám, vagy A és B, bocsi, A és B. Ezért ez a kijelentés az igaz lesz, és ez mondjuk kikonzologodna. Míg hogyha 3 egyenlővel, vagy annak a tagadásával a felkeltével egyenlő egyenlővel nézzük, akkor tehát ez szintén igaz lesz, mert itt most tagadva van a 3 egyenlő, mivel a típusuk az különböző, egyik szám, másik string. De a TypeScript az amúgy elég okos, szóval nem kell nekünk ilyen esetekben megadni a típust. Hogyha nem adunk meg típust, akkor is fölveszi ez a változó azt a típust, amit odaadtunk neki, tehát az a D az egy number típusú változó lesz így is. Hogyha ennek később stringet akarunk adni, akkor azt nem fogja engedni. Ez ami ugye, ez itt teljesen valid JavaScript kód is lenne, és JavaScriptben ezzel semmi probléma nem lenne. A TypeScript fordító alapbeállításokkal ezt nem fogja engedni, hogy ezt átfordítsuk JavaScript-té, azt mondja, hogy ez így nem érvényes.
ez is talán fontos lehet, ha így 4 per 5-öt adunk egy változónak, az ki fog értékelni, tehát 0,8 fog bekerülni a változóba, és a típus a number lesz, tehát nincsen int, meg double, meg ilyenek, csak number számtípus van JavaScriptben. És akkor ahhoz, hogy amúgy, hát ezt talán ki is hagytam, de a JavaScript kód bizonyos TypeScript beállításokkal legalábbis igazából valid TypeScript kód is lehet, mégpedig azért, mert menjen any típus TypeScriptben, csak azért, hogy ez így visszafelé és kompatibilis legyen. Ha egy változót any-nek nevezünk, akkor az igazából bármilyen értéket felvehet, tehát ha mondjuk ide ezen egy kiírtam volna, hogy 2.any, akkor nem, akkor annak engedte volna, hogy fölvegye a string értéket, és már annak bármilyen típusa lehet. Itt az any tömb, ebben az azt jelenti, hogy ennek, ebben a tömbben bármilyen típusú értékek lehetnek, így aztán stringet, számot, vagy mindent akármit berakhatunk. Nyilván itt most pont ott vagyunk, mint a JavaScriptnél is voltunk, szóval ez nem túl előnyös nekünk, nagyon ritkán használunk any-t csak ilyen edge case-ekben igazából. Illetve itt van még egy ilyen tradicionális for loop, ugye itt is lehet használunk a változó deklaráláshoz, de a többi része amúgy ugyanaz. Ugye a console log az, amivel JavaScript TypeScriptben a standard outputra kiírunk. Ezt pedig mindjárt megnézzük inkább majd a demóban, hogy ez hogyan van. Mert most még egy kicsit a TypeScript extra-ait is meg szeretném mutatni. Pedig itt. Na szóval, ugye azt mondtuk JavaScriptben, hogy talán ilyen 6 vagy 7 darab beépített típus van. Most a TypeScriptnek az a lényeg, hogy minden ilyes változónak típust akarunk adni. Ha csak ebből a 6-7 típusból tudnánk válaszolni, nem nagy előnyt nem jelentene. Mondjuk ott a példán látjuk azt a nagy JSON, amit mondta, hogy egy ember, hogy kb. 20 különféle adat le volt írva, hanem az a típusa, hogy object, az nem tudna segítség számunkra. Ezért tudunk ilyen interfészeket vagy típusokat definiálni TypeScriptben, mint hogy itt látszik ez a cica interfész, ahol azt mondjuk, hogy egy cica típusú változónak ilyen mezőinek kell lennie, mint név, ennek string típusnak kell lennie, szám, annak number típusúnak. Az a kérdője itt azt jelenti, hogy ennek a mezőnek nem feltétlen kell fönt lennie egy változón ahhoz, hogy az cica típus legyen. Tehát ez igazából kérdője lesz úgyis, ez azt jelenti a háttérben, hogy ez number vagy undefined. Ugye itt tetszőlegesen komplex típusokat föl lehet venni, tehát lehet ezt például ide aritmetikát írni. Ez nem azt jelenti. Nem pontosan ezt jelenti, de ilyesmit jelent. Tehát az anyag, hogy az age-nek nem kell teljesen fönt lennie. Illetve most akkor... Most a kérdőjel az mit is jelent pontosan, már nem tudom, hogy dartból azt mondja, hogy 0-ből. Igen, ez jelent igazából 0-ből, tehát most látjuk, hogyha már előre nézünk, akkor ebben a tömbben ilyen kitik vannak. Látod, hogy ezen a második objektumon nincsen rajta az age mező, és ez így nem dob hibát. Uh-huh. De az, hogy jelenti, hogy most elkezdek írni, és egy Ctrl Space nyomok, akkor felajánlja, hogy ez az age itt van, ez tudja, hogy ez még rajta lehet a típuson. De ennek például az, aki most undefined-ot is, az pont ugyanúgy el fogja fogadni, meg a null-t is. De azt nem, a null-t nem. Ugye ez egy külön típus, a más, mint az undefined. Mm-hmm. És akkor itt szintén egy ilyen objektumon, vagy egy ilyen interfészen belül a típusok nem csak egyszerű típusok lehetnek, lehetnek megint komplex típusok, vagy már akár a saját maga is, tehát lehet rekurzív is. Itt most a macska gyerekei, azok megint macskák, vagy akár csak stringbe is meg lehet adni a tömböket, a gyerekeket. És akkor itt látunk egy ilyen macska tömböt, amiben két ilyen objektum van. Itt ebben a gyerekeket úgy fogalmazta, hogy csak simán stringként adtuk meg a gyerekek nevét. De hogyha itt mondjuk most a másikban elkezdek írni egy objectet, akkor föl fogja lájni már most a fejlesztőkönyvet egy autocomplete-tal, hogy milyen mezők lehetnek még ezen. És hogyha mondjuk mást írnák, hogy children 2, akkor rögtön hibát fog dobni, hogy children 2 nem létezik ezen a típuson, tehát az nem valós, sőt már mondja is, hogy valószínűleg children-t akartam írni. Jó, és akkor még csak egy annyit mutatnék itt meg talán, hogy ezt még lehet mondjuk tovább is komplikálni, hogyha ezt mondjuk átírom úgy, hogy itt ezeket zárójelet, hogy azt mondom, hogy a gyerekekben egy olyan tömböt vár gyerek mezőhöz, amiben vagy stringek, vagy macskák vannak, akkor igazából
itt látjuk, hogy ebben van kettő macska, vagy kettő string, és akkor ide még lehet egy objektumot is írni, amivel ha ezt kitöltjük, akkor így ezt is el fogja fogadni. Ezért csak azt akarom mondani, hogy tetszőlegesen bonyolult típusokat létre lehet hozni. Ebben majd, hát most a tanfolyam alkalommal annyira nem fogunk látni extra típusokat, de előfordulnak helyenként. Jó, nézzük meg, hogy működnek a függvények. Igazából egy ilyen régebbi szintaxis, de ezt mindig sok helyen használják. Egyszerűen egy function kulcsszóval definiáljuk a függvényt, utána jön a függvény neve, majd a paraméterek zárójelek között. Ugyanúgy, mint a változó deklarálásnál, utánuk jön a típus. Annyi, hogy itt kötelező megadni a típust, hiszen nem adunk neki rögtön értéket. Ha adunk neki default értéket, akkor nem kötelező, de egyébként kötelező megadni a típust, illetve itt a paraméter sor után pedig a visszatérési érték van. És akkor itt van megint a console log. Ez, amit az előző ilyen is fenn volt, ez a furcsa idézőjel. Ez az altgr 7-tel lehet ilyet rakni. Ebben string interpolation történik, ami azt jelenti, hogy ez egy stringet adunk neki, de ezen a stringen belül ilyen dollár kapcsolat zárójelen belül megint JavaScript-et tudunk írni. Tehát itt tudunk egy stringbe könnyen beleírni igazából JavaScript kódot. Tehát ez az index, ez ugye egy szám, beleírja ezt a számot, aztán ez a space, kötőjel space, ez megint string lesz, beleírja a nevét a macskának, és akkor itt ez pedig megint egy másik dolog. Ugye azt mondtuk az age-re, hogy ez egy nullable property, tehát lehet, hogy ez undefined, lehet, hogy number, itt mutatja a típusánál. Ez a kérdőjel-kérdőjel operátor annyit jelent, hogyha a number, vagy hát ugye tényleg létezik a típusa az age-nek, vagy egy valódi érték van benne, egy igaz érték van benne, akkor azt fogja kiírni, ha viszont nem, ha undefined van benne, akkor ezt a fallback stringet fogja kiírni igazából. Jó, és akkor van egy másik mód is arra, hogy függvényeket definiáljunk. Ez elhangzott az előző előadáson is, hogy egy functional nyelv a JavaScript. Ezt abból is láthatjuk, hogy például a függvényt tudunk adni egy változónak. Tehát ez a funny log array function, ez egy változó, aminek egy értékül egy function-t fogunk adni. És egy kicsit más szintaktikával kell ilyenkor definiálni. Itt először jönnek a paraméterek, utána a visszatérési érték, majd egy ilyen nyilacskát rakunk, egyenlő és kisebb kacsacsör, és utána jön a függvény törzse igazából ugyanúgy. Ez a két dolog majdnem teljesen egyenlő így jelentésben, most a nagyon kicsi különbségben nem megyek bele, mert az ritkán fontos. Jó, és akkor még a for loopokra is visszatérnék, mert azt is lehet egyszerűbben. Ugye láttuk ezt az előző dián is, a sima for lett létrehozni egy változat, és azt léptetjük tovább. De a JavaScript tömböknek, mint a tömb egy osztályként van, egy beépített osztályként van megvalósítva, ennek nagyon sok ilyen király segédfüggvénye van, ilyen például a for each, ami paraméterként egy ilyen lambda függvényt, vagy úgy is szokták hívni, hogy anonymous függvényt kap, hiszen ez egy függvényt adunk neki paraméternek, de annak nincsen, az nincsen definiálva máshol, azt ott helybe írjuk le. Ezt is ez az arrow function-nál szoktuk csinálni. Felsorjuk, hogy milyen paramétereket kap, és mit csináljunk utána a függvény. A for each konkrétan egy olyan, itt látjuk a definícióját, egy olyan függvényt vár, aminek az első paramétere egy macska lesz, a második pedig egy szám, és semmit nem fog visszaadni. Biztos láttatok már ilyen más nyelven is for each függvényt. Igazából az a lényege, hogy az adott függvényt, amit odaadunk neki paraméternek, azt minden egyes elemre futtatni fogja. Tehát az első futásban ebben az elemben a tömb első eleme lesz, itt pedig a nulla, a következő futásban a második elem, egyes index, és így tovább ezt lefuttatja minden egyes elemre. Úgyhogy igazából ez a két dolog, ez teljesen ugyanazt fogja csinálni, csak nem kellett ilyen leti, meg i++, meg ilyen csinyaságokat írni, hanem csak egy for each, és ennyivel elintéztük az egészet. Ez kérdés. Igen. Még korábban említetted, hogy itt van egyfajta ilyen kompiláció, most mint Pythonnál, hogy ilyen kompiláció, hogy csinálni ilyen binary-ket a háttérben, csak nem olyan nagy dolog, mint mondjuk a C-sharp, vagy valami régi típusú, tényleg kompilált nyelv esetén. Igen, de transpile-nak hívják,
Ugye a pontos matematikát mellett nem tudom, hogy ez, ez annyi, az nem annyira bonyolult, mint egy C++ fordítás, ugye a JavaScript-re fordítja, tehát hogy nincsen gépi kód meg ilyenek. A TypeScript-et fordítja JavaScript-re, ez egy egyszerűbb dolog, nem tart annyi ideig, mint mondjuk C++-ban vagy ilyesmi. De történik valami ilyen úgymond kompiláció a hogy mondjáknak a... Igen, tehát egy új fájl fog létrejönni. Igen. Bocs, még annyi, hogy a interface az csak annyira arra, hogy ez hasonlóan működik, mint mondjuk C-sharp esetén, vagy... Igen, úgy is tud működni, ugye az interface az objektumorientált világban egészen más jelent, mint itt gyakorlatilag, de igazából itt TypeScript-ben az interface bármit, tehát nem csak klasszokat tud leírni az interface, hanem egy egyszerű változót is. Föl lehet venni interfészen függvényeket is, tehát hogy nem ugyanezzel a szintaktikával, és akkor egy osztályra is le lehet rakni. Azt ritkábban használják igazából TypeScript-ben, sokszor inkább csak egyes változóknak a típusozására. Kicsit ilyen struktúraként akar működni, vagy nem tudom. Igen, tehát egy struktúrát ad egy ilyen bonyolult objektumoknak. Jó, remek, köszönöm. És akkor a... Fú, ez most nagyon... Nem megyünk bele az interfész meg a típusnak a különbségében inkább. Mutatom ezt a for each függvényt, van még egyéb nagyon sokat használt segédfüggvény és az örei osztálynak, ezeket mutatnám meg. Kicsit konzisztált közeli példa megint, itt most egy consultation interface definiálok, aminek van neve, vannak részvevők, ezek most egyszerű stringek lesznek, string tömb, illetve van egy ilyen boolean érték, hogy ez egy publikus vagy nem publikus konzultáció volt-e. Akkor itt felvettem egy tömbbe három konzultációt, abból az egyik egy publikus, egy nem publikus és még egy publikus. Akkor most egy olyan ilyen kis hülye feladatunk van, hogy össze kéne számolni, hogy hány részvevő volt publikus konzultációkon. Ezt nyilván sokféleképpen meg lehet tenni, valószínűleg a legtöbbetek egy ilyen for loop-pal indul neki, vagy akár már a for each-el, amit az előbb mutattam. Most én egy kicsit így kis részletekre bontva fogom megmutatni, hogy bemutassam a JavaScript TypeScript-nek három nagyon király függvényét. Úgyhogy ugye a conflict tömbben volt ez az egész. Első lépésként azt szeretném mondani, hogy azt kérdezi, hogy a publikus konzultációkon hányan voltak, úgyhogy először csak leszeretném szűrni a konzultációkat, hogy csak a publikusok maradjanak benne. Ehhez a filter nevű segédfüggvényt fogom használni. Ez szintén egy függvényt, egy ilyen lambda függvényt vált paraméternek, mint a for each is, ahol szintén az első elem az egy eleme lesz a tömnek, a második pedig az indexe. Ez mint a Python-ban filter, vagy... Igen. Ja, igen, tehát és ma annyi nagy változás van igazából a for each-hez képest, az most itt kicsit furán látszik, hogy nem egy... ugye a for each-ban a függvény nem küldött vissza semmit, nem volt return értéke, itt most egy boolean lesz a return érték, és ez a filter, ez vissza fog adni egy consultation tömböt. Nevéből gondolom kitaláltatok, hogy amúgy mit fog ezt csinálni, de hogy le fogja szűrni a konzultációkat, és azokat fogja visszaadni a rest tömbbe, amik a szűrőn átmentek. És akkor ezt a szűrőt egy ilyen array functionnal fogom megcsinálni. És akkor azt mondjuk, hogy return k pont, és akkor itt látjuk is, hogy public. Tehát minden egyes elemre, minden egyes konzultációra le fogja futtatni ezt a függvényt. Ebben a k paraméterben egy consultation fog jönni, ezt itt látjuk. És hogy amelyik konzultációra itt igazat adok vissza, az be fog kerülni a végső tömbbe, amelyikben hamisat, az pedig nem. És akkor még egy ilyen kis rövidítés, amit TypeScript-ben létezik, JavaScript-ben is létezik pont ugyanúgy, hogyha egy ilyen arrow function-ben nem csinálunk más, csak rögtön returnölünk, akkor ezt így el lehet hagyni. Ez pont ugyanazt jelenti, mint az előző, ami itt van érték, az lesz a visszatérési értéke a függvénynek. És akkor mivel a filter, hogy most akár le is futtathatjuk, és megpróbálom, hogy ez működni fog-e. Ha persze nem, na mindegy, akkor lefuttatom. Egy kis csalással mégis egy fájlban futtatni fogok egy TypeScript fájlt, erre majd visszatérünk később. Hát most ez így értelmes lefutatni, mert semmi nem történik.
korábbi konzolok megtörténtek, de nem láttuk, hogy mi van a konzol tömbünkben. Nem is jó fájt futtatok. Talán senki nem fog meglepődni. Kettő konzultáció maradt a tömbben, mind a kettő public. Az az egy, ami nem public volt, azt kiszűrtük belőle. Jó, és akkor most az a következő lépésünk, hogy a részvevő számra kíváncsi a feladat. Szóval most mondjuk mindegy egyes konzultáción egy ilyen projekciót fogunk elvégezni. Ahelyett, hogy a teljes konzultációt tennénk a tömbbe, csak egyetlen egy számot szeretnénk, hogy hányan vettek részt az adott konzultáción. Ez a map függvény, ez amilyen átalakításokat lehet csinálni. Pont ugye, mint a többi, egy függvényt kap paraméterül, ami úgy néz ki, mint a többi. És itt az úgy fog működni, hogy mondjuk nem kell már return, hanem csak k.5010.length. Akkor ennek a visszatérési értéke, ugye ez egy konzultáció tömb volt még, most a res az már egy number tömb. Tehát ezt a belső függvényt minden egyes elemére futtatja a kiindulási tömbnek, és ami itt van a visszatérési érték, az fog bekerülni az új tömbbe. Tehát az eddigi konzultációkat leképeztük igazából a konzultációk részvevőinek számára. És akkor most ezt megint lefuttatom. Akkor benne lesz a 3 és a 4 a tömbbe. Már csak annyi dolgunk van, hogy ezt összeszummázzuk. Erre pedig egy reduce nevű függvény van. Ez egy kicsit bonyolultabb, lehet, hogy először inkább beírom, azt utána másolok. Vagy beszélek róla. Jó, most azt látjuk, hogy a resnek a res már egy number. De a reduce szintén egy tömböt kapott, és egy tömbből egyetlen egy visszatérési értéket majd a végén. És itt már egy kicsit más felépítési függvényt kell neki adni. Szintén ez a függvény minden egyes elemre le fog futni, ami itt van. És mindig ebben a prev nevű változóban lesz a jelenlegi... Nem? Szerintem egyáltalán. Ja, igen. Tehát ebben lesz a függvény előző futásának az eredménye, a currentben pedig a jelenlegi elemnek a jelenlegi elem igazából. Ugye egy number tömbben futtattuk, azért ez itt number, most ez is number, mivel abból is number tudunk vissza, aztán összeadjuk. Bocsi, a k-t azt hol definiáltuk? Az most nincs meg, hogy ez mi akar lenni. A k-t nem definiáljuk, lehet, hogy igazából ez most itt egy függvényt adunk neki, back paraméterül, ahol ez a paraméter, tehát ez a k, ez ennek a belső függvénynek a paramétere, aha, amit mi k-nak nevezünk, és az előbb igazad van abban mondjuk, hogy hülyeséget mondtam, hogy ide nem kell kérni a típust, mert ugye ez úgy lenne logikus, hogy ezt itt kiírnám, hogy consultation, mert így mutattam a függvények definícióját, de igazából nem kell kiírni, mert a filter konkrétan olyan függvényt vár, hogy mindenképpen consultation lesz az első paraméter. De a lényeg, hogy ez itt egy függvény, mivel tudjuk, hogy a filter olyan függvényt vár, aminek az első paraméter egy konzultáció lesz, és ez a filter igazából a háttérben egy for loopot fog futtatni, ahol minden egyes elemre meghívja ezt a függvényt, amit kap paraméterül. És az lesz igazából a k, az egyes elemei a konzik tömbnek. Jó, a reduce pedig akkor az első futás, ugye azt mondtam, hogy ez az előző futásnak az eredménye, ez pedig a jelenlegi elem. Nyilván első futásnál még az előző futásnak nincsen eredménye, akkor a nulla, ez itt az utolsó paraméter lesz benne, és utána mindig hozzáadjuk a jelenlegi elemet, és akkor ez így fogja összeszummázni az egészet egybe. Úgyhogy most ezt lefuttatom. Akkor az 7 lesz, mint látjuk. Jó, nem tudom, valakinek föltűnik-e, ez nem, amit nagyon jól bemutatta ezt a három függvénynek a működését, amit egyébként nagyon gyakran fogtok használni, de egyébként egy nagyon nem ideális megoldás ennek a feladatnak. Belegondolhattok, hogy ez a filter, map, reduce függvények hogyan működnek, nyilván a háttérben mindig egy for loop-al működik. Úgyhogy most egy ilyen egyszerű feladat megoldásához igazából a tömbön háromszor végig iteráltunk. Nyilván közel volt egy kis szűrés, szóval nem mindig a teljes tömbben, de nem a legtökéletesebb megoldás volt. Nyilván ez a map, ez egy elég értelmetlen lépés volt, hogyha most itt ennyit csinálok, törlöm belőle a mapet,
akkor az azt jelenti, hogy itt ennek a eredménye egy konzitöm. Hogyha ezen hívja meg a reduce-t, akkor ez a current, ez mindig egy konzultáció. Azon megint elérik az attendees-eket és ennek a hosszát. Ez így még pont ugyanazt csinálja, hiszen csak kihagyjuk azt a map lépést, azt itt helybe csináljuk meg. És akkor, ha a filtert is el akarom hagyni, akkor az is lehetséges. Egyszerűen csak itt a rendes függvénytörzset kell írni. Még ezt kiveszem. Azt mondjuk, hogyha a jelenlegi konzultáció az public. Akkor visszaadjuk ezt, amit az előbb is. Ha meg nem public, akkor nem is kell ez. Akkor meg csak az előző értéket visszaadjuk. Pont ugyanazt csináljuk, mint az eddigi, ugyanúgy így fog kérni, de remélem csak egy darab reduce van, tehát egyszer iteráltunk végig igazából a tömbben, ez így sokkal gyorsabb megoldás, de talán kevésbé érthető ugye elsőre, de azért ennek itt most nem az volt feltétlenül a lényege, hogy hogyan kell ezt a példát megoldani, hanem hogy milyen függvényei vannak a JavaScript tömböknek, úgyhogy ez a filter, map reduce, ezekkel sokat fogtok majd találkozni. Szóval remélem ez egy ilyen jó vezető volt ezekhez. Jó, bármi kérdés ezekhez, amik itt most elhangzottak. Majd amikor magatoknak használtak, akkor ez szerintem egyértelműbb lesz. Itt van egy ilyen leírás erről a három függvényről, hogyha ezt gondoljátok, ott olvashatjátok, de szerintem elmondtam kb. Őket. Jó, itt egy pillanatra előjött az objektumorientáció. Objektumorientált nyelv egyébként a TypeScript, meg a JavaScript is, de ezt ritkán használjuk ki. Vannak benne klasszok, ugye lehet itt implementálni, és egy interfész, mint ahogy előbb mondtuk, itt például egy függvény is definiálva van rajta. Vannak getterek, setterek, konstruktor, de ezzel nem fogunk túl sokat foglalkozni, mert igazából ezt a valódi OOP dolgot, az ilyen leszármazások, meg polimorfizmus, meg ilyesmi, ezt nem szoktuk használni ebben a környezetben, vagy legalábbis nem mi felhasználok. Igen. Az interfész, hogy ugye a class ugye abból öröklődik le, és na, vagy úgy értem, a őse az az interfészünk van. Itt is az van, hogy több interfészből származtathatjuk le a class, vagy csak egy van itt? Szerintem több, de őszintén soha nem csináltam, hogy itt többet volna. Mert mondom, nem nagyon fogunk ilyeneket írni. Classokkal, meg konstruktorokkal sokat fogunk találkozni a következő órán, mert a NestJS maga egy keretrendszert azt úgy építettek fel, hogy ez klasszokat használ, és valószínűleg egy keretrendszer építésnél ez szükséges is, de mi magunk már jó klasszot fogunk írni, de hogy nem fogunk, nem kell tudni az OOP-s dolgokat, amiket mondjuk C++-ban most sokan tanultak szerintem, sokkal inkább a funkcionális dolgokra fogunk majd fókuszálni. Ez csak egy kis érdekesség, hogy ilyet is tud, de amúgy ritkán használják. Jó, és akkor most már szintenek is szó a TypeScript fordítással is, hogyan is néz ki ez a valóságban, most nem csem le. Van nekem itt egy transpandme.txt fájlom, amiben annyit csinálok, hogy létrehozok egy, deklarálok egy változót, egy függvényt, illetve egy másik függvényt, ami egy async kulcs szó itt van, erről még nem beszéltem, majd hamarosan fogok beszélni róla. És le fogok tenni. Jó, és akkor fordítani a TSC nevű parancsal lehet, ezt majd szintén nem kell így kézzel csinálni nektek, de most megmutatom, hogyha lefordítjuk ezt a transpandme.ts fájlt, akkor létre fog jönni egy ugyanilyen nevű JavaScript fájl, ami nem lesz szép, hogy úgy mond. Nyilván ez nem is szükséges, hogy ezeket olvassuk, hiszen ez fog majd futni a szerverünkön esetleg, de elhihetjük, hogy ez jól fordította le, pont azt fogja csinálni, mint a TypeScript fájlunk, de valamiért ez most így néz ki. Feltűnhet, hogy például itt van benne egy ilyen warpulcs szó, amit mondtam, hogy ne nagyon használjunk. Ez azért van, mert ezt inkább mutatom itt közben, a JavaScriptet a ECMAScript nevű szabvány írja le, az, hogy milyen funkciók vannak benne a JavaScriptben, és ez a 97-es megalakítása óta sokat változott, egyre és egyre újabb verziók jönnek ki, egyre több támogatással. Viszont az nem jelenti azt, hogy a böngészők feltétlenül támogatják ezeket az új JavaScript dolgokat.
Viszont TypeScript-tel van arra lehetőségünk, hogy beállítsuk, hogy melyik JavaScript fejezőre fordítsa vissza a kódunkat. És én most itt csak simán megírtam a TSC akármilyen fájl, az nem emlékszem pontosan, talán ES4, ES5 nevű verzióra fordítja vissza a fájlunkat, tehát egy ilyen nagyon régi JavaScript fájlt látunk, azért van benne például var, mert abban a verzióban a letmail konst még nem volt benne. Az 2015 óta van benne a JavaScriptben, TypeScriptben aztán már régebben is benne volt. És akkor csak a eredegesség kedvéért, hogy ennek megadom paraméterként, hogy target ES next, ami ugye a legfrissebb verziója mindig a TypeScriptnek, akkor ez a függvény, ez a fájl ennyire fog visszafordulni. Majdnem ugyanaz, mint a TypeScript fájl, hiszen már a let const is támogatott, illetve az async kulcsszó is támogatott JavaScriptben. Az egyetlen különbség az az, hogy a típus információk eltűntek, hiszen ahogy azt mondtuk, JavaScriptben ilyenek nincsenek. Amikor a fordítás megtörtént, akkor a TypeScript fordító megnézte, hogy ezek a típusok rendben vannak-e, nem talált benne hibát, ezért lefordította, és innentől ez a JavaScript kód fog futni, amiben ezek a típusok már nincsenek meg, tehát hogyha futás közben mégse olyanok a típusok, mint ahogy én azt megígértem a TypeScriptnek, akkor lehetnek futásbeli hibák még, de hogyha a típusainkat figyelünk, hogy hogyan veszük fel, akkor erre nem lesz nagyon példa. Jó, és akkor az aszinkronitás, amiről már most az előbb említettem az async úgy szóval. Itt a visszafele kompatibilitásban van még könyvtár, ami JavaScripthez, ami csekkolja, hogy az adott többet böngészői támogatja dolgokat, vagy valami, hogy kiindul abból, hogy akkor ezt a kódot futtassa, vagy... Hát könyvtár, azt nem tudom, hogy könyvtár van, de biztos, hogy vannak erre így online túlok, meg ilyesmi, de az a 5-6 nagy böngésző, amit az emberek használnak, az így szerintem eddig már fixen támogatják őket, szerintem. Azóta ugye ez 2022, azóta már van voltak újabb verzió is a TypeScriptnek, vagy a JavaScriptnek. Olyan túl sok érdekes dolog nem volt bennük, de hogy igazából a te néző szemszögödből az, hogy mire fordítod vissza, nem volt, ha régre fordítod vissza a projektedet, attól nem fog rosszabbul futni, vagy ilyesmi. Undorító lesz a JavaScript kóddal, senkit nem érdekel, mert senki nem fogja látni. De én úgy tudom, hogy az Internet Explorer-től eltekintve, ami már nem támogatott, a nagy böngészők mind tudják a viszonylag új dolgokat a JavaScript-be. Na, és akkor az aszinkronitás. Itt hát backend fejlesztés közben nagyon sokszor előfordulni olyan dolgok, hogy egy sor lefutása az nem olyan triviális, hogy az ott egy pillanat alatt le fog futni. Ilyen például, amikor mondjuk egy HTTP kérést indítunk egy külső szerver felé, vagy esetleg adatbázis lekérdezést indítunk. Ez nem egy olyan dolog, ami így egy millisekundum alatt lefut, sőt ugye hibák is történhetnek közben. Úgyhogy erre ezeket a kérdéseket aszinkronként kell kezelni. A Node.js-nek erre így a promise generikus osztály lesz a megoldása. Ez a fetch hívás, ez ugye egy HTTP kérés fog, egy HTTP GET kérés fog indítani erre az URL-re. Ez most egy ilyen kis teszteléshez használható kis API, ami valami random adatokat fog visszaküldeni nekünk. Ugye nem teljesen random, de hogy a típus az nem random, de az adatok azok randomok. És egy ilyen, ez egy aszinkron művelet, mert ugye HTTP kérés, annak van egy kis átfutása, amire az lefut. És nem szeretnénk azt, hogy egy ilyen, amíg ez a kérés fut, addig semmi más nem tudjon csinálni a mi szerverünk. Úgyhogy ez a fetch, ez egy ilyen promise típusú valamivel fog visszatérni. Ez egy generikus osztály, ebből annyit kell érteni, hogy amikor ez a promise azt jelenti, hogy ez egy ígéret arra, hogy itt majd egyszer lesz valami adat. És ebben a változóban ilyenkor nem az az adat lesz benne, ami erről a HTTP oldalról visszajön, hanem csak egy ilyen referencia arra, hogy itt majd valamikor lesz adat. És ez a response itt a generikus típuson belül, ez jelenti az, hogy majd, hogyha lesz adat, akkor ilyen típusú lesz az az adat. De akkor hogyan tudjuk megszerezni magát az adatot, hiszen nekünk az lenne az érdekes. Ezzel a .then hívással fel tudunk iratkozni így a megvalósulására ennek a promise-nak. Szintén megint egy ilyen lambda function-t használunk, és akkor itt ebben a response-ban jön ténylegesen az az adat, amit vártunk. Látjuk a típus a response pont, mint ahogy itt is volt. Most ez csak ilyen nehézség, hogy amikor egy ilyen HTTP kérés
hívunk, annak a response az alapból még nem JSON formátumú, ezen kell hívni egy ilyen JSON függvényt, hogy ezt átkonvertálja, ami megint egy promisszal fog visszatérni, úgyhogy erre megint hívunk egy ilyen pont dent, és amikor megérkezik a to-do, akkor megérkezik a den hívás, akkor lesz meg ténylegesen az adatunk. Ennek a típusa most legyen egy any, hiszen a TypeSuite azt nem tudhatja, hogy erről az URL-ről milyen típusú adat fog visszajönni. Ezt nekünk valahol definiálni kéne, most ebben a példában nem tettem meg, majd a következőben bent lesz. És amikor ez a függvény lefut, akkor ténylegesen megvan az adatunk, és azt ki tudjuk mondjuk írni a konzol, hogy ez hogy néz ki. De ugye arra kell itt nagyon figyelni, hogy ezek a den hívások, ezek szintén csak egy feliratkozások arra, hogy amikor megvan az adat, akkor ezt a függvényt futtasd le, ami itt benn van paraméternek. Szintú úgy így. Amikor mondjuk ehhez a sorhoz ér a kód futása, akkor az adat még valószínűleg, sőt, biztos még nem jött meg, hanem, tehát nem várja meg itt a JavaScript futásnál azt, hogy megjön ez az adat, hanem futtatja tovább a kódot, és ezt most úgy lesz a legegyszerűbb, hogy ezt bemutatom. Hát gyakorlatilag igen. Vagy hát mindjárt azt lemondom szebben. Azt fogjuk látni, hogy először kéri azt, hogy szinkronusz, amit az utolsó sorban konzolgoltunk, és utána jön ez a akármi, ami a tudónak a title-je volt, valami latin szöveg. Maga a kód lefutása az procedurális, mert megtörtént ez a feliratkozás, csak ez a sorkód, ez nem jelenti azt, hogy ez itt ténylegesen az a belső függvény le is fog futni, az egy feliratkozás arra, hogyha majd lesz adat, akkor azt a belső kódrészletet lefuttatom. Jó, és akkor ugye a promiszoknál még az a másik lehetőség, ami történhet, egyik az, hogy megnyi az adat, a másik pedig az, hogy valami hiba keletkezett, mert mondjuk hülye, rosszul írtam be az URL-t, vagy az adatbázis, mit tudom én, nem fut. Ilyenkor azt úgy hívják, hogy reject-el a promise, és itt csinálnak egy ilyen másik promise-t, ahol csak egy hibát fog dobni, ez jelenti azt, hogy igazából reject-el. Ezt egy ilyen catch-el lehet elkapni tehát hogyha a den egy ilyen promise-on pont catch-et hívok, akkor ott ezen a promise láncon bárhol hiba történt, akkor ebbe a callback-be fogok belehívódni igazából, és itt lesz a hiba kezelve. És ott láthatjuk, hogy a TypeScript fordító mikre képes, itt már mondja nekem, hogy a title nem létezik a never típuson. És a never típus az nem egy olyan dolog, amit bárhol mi leszoktunk írni, ez azért van, mert itt azt mondtam, hogy ez a függvény annyit csinál, hogy hibát dob, az azt jelenti, hogy ez a függvény soha nem fog visszatérni semmilyen értékkel, mert ez mindig hibát fog dobni. Ezt a TypeScript megértette, és akkor mondta, hogy ez a kód itt teljesen felesleges, meg hülyeség, mert ide soha nem fog jutni a futás, de ez most itt igazából részkérdés, a fontos, hogy egy dotcatch-el lehet elkapni a hibákat egy ilyen promise ágon. De jó, de ez már látszik most is talán, hogy elég fájdalmas, de ezt még kicsit fájdalmasabbá teszem ennél. Itt most definiálok egy ilyen user interface-t, ugyanis ennek a JSON placeholdernek a per users útvonalát fogom használni, ezt én megnézem a dokumentációt, és ilyen típusú usereket fog visszaküldeni, ami itt van. És akkor írtam egy ilyen fetch user függvényt, amit én most async-nek hívtam, hogy ez aszinkron fog megtörténni, hiszen HTTP kérés lesz. Hívok egy fetch kérést erre az URL-re, ugye itt egy user ID-t kapok paraméterben, azt bele rakom ide az URL-be, és ez ugye egy promise-t vissza, azon a promise-on meghívom a rest.json-t, amivel JSON név konvertálja, és ezt a promise-t fogom visszaadni a függvényből. Tehát ilyennek, és itt én megmondom, hogy ennek a függvénynek a visszatérési értéke az promise.user, tehát hogy ha ez a adat megérkezik, abban ilyen user típusú adat lesz. Igazából ezt most visszatjuk úgy is, hogy ezt mondjuk itt egy perccel később. Itt van most megint egy ilyen hülye feladat, ami ki se fér, de inkább mondom. Az a szituáció, hogy a Facebook backendjén dolgozunk, és éppen azt implementáljuk, hogy valaki be tudjon jelenni valakit barátnak Facebookon. És az a feladatunk, hogy írjunk egy kis segédfüggvényt, ami két felhasználót lekér az adatbázisból azonosító alapján, és egy tömbben visszaküldi a két felhasználót. És akkor most igazából az adatbázis kérés fogjuk ezzel a fetch user
művelettel helyettesíteni, hiszen ez kb. Pont úgy néz ki. Nyilván valójában nem egy HTTP kérés fog itt a Facebooknál történni ilyenkor, de a lényeg az, hogy ez egy aszinkron, hosszantartó művelet. És akkor a jó kis promise-os megoldásunkkal hogyan tudnánk ezt megtenni? Meghívjuk ezt a fetch user-t, meg az egyes ID-ben, az egyes user, amin kíváncsiak, és akkor a pont dem-ben itt lesz ez a value, a user, ami az első user, de nekünk már szükségünk lenne a második userre is. Úgyhogy megint meghívjuk azt is, a fetch user-t a kettessel, és akkor a második dem-ben pedig itt lesz a második userünk. De nekünk most odafelhaltunk, hogy a két user-t egy tömbön belül adjuk vissza. Hogyan férjünk hozzá a másikhez, ami... Ugye ide most nem írhatom be azt, hogy value, hiszen ez a value, ez ebben a függvényben volt értelmezve, a másik függvényben már nem értelmes. Ezt úgy tudom megoldani, hogy itt létrehozok egy másik változót, és itt hozzáadom user1 egyenlő value, és akkor ide meg a user1-et írom. És akkor most ebben a dem hívásban visszaadtam egy user tömböt, ez azt jelenti, hogy a függvényem az egy ilyen user tömb, egy promise-nak nem tudja felismerni a társul, de egy promise-on belül egy user tömböt fog visszaadni, szóval megoldottam a feladatot, de érezhetjük, hogy ez ilyen nagyon kényelmetlen ezt így írni, mert tehát nem akarunk kiprogramozni, mert ez egy nagyon fájdalmas. Szerencsére nem kell, hiszen JavaScript társulban már jó pár év van erre egy kényelmesebb megoldás, ez pedig az async await. Ez az async kulcsot már láttuk párszor, ha egy függvényt kinevezünk async-nek, azzal így igazából megmondjuk, hogy ez a függvény is ilyen sokáig tartó aszinkron függvény lesz, és ezekben a függvényekben van hozzáférésünk ez az await kulcs szóhoz. Ez a fetch user ugye egy promise-t ad vissza, hogyha ezt await-eljük, akkor ennek a függvénynek a futása meg fog itt állni egészen addig, amíg nincsen, amíg nem érkezik meg az alatabban a promise-ban. Tehát így a user 1-nek a típusa, az most már user lesz, nem egy promise of user. Nagyon fontos, hogy ugye amíg itt ezen az övédben várakozunk, addig a maga a serverünk az nem blokkolódott le. Amíg ő vár arra a kérésre, addig más kéréseket ki tud szolgálni, hogyha ott van mit futtatni. Viszont ebben a függvényben nem fog tovább lépni addig, amíg meg nem jött az alatabban az első fetch userben. Ezután ugyanúgy meghívjuk a kettes userre is, és akkor meg lesz a user tömbünk. És igazából pont úgy programoztunk, mintha egy szinkron kulcsot írnánk, csak az övét kulcsokat ki kell írni a megfelelő helyre. Ennek a, mi ezt most észinek hívtuk, ennek a függvénynek is hosszabb lesz a lefutása, hiszen két dologra is várunk igazából. Jó, most itt ezt inkább nem futatom le, de el lehet hinni, hogy mind a kettő pont ugyanazt fogja ugyanazt az eredményt fogja adni, de ez azért sokkal szebb volt szinten, mint a másik, ebben remélem ti is egyetértetek. Még annyi, ugye itt a Dennél mutattam, hogy a catch-el lehet elkapni a hibákat, hogyha itt szeretnénk hibakezelést csinálni, hát hogyan kezelünk hibát, mint máskor is, szinkron kódnál is, try catch-el. Tehát itt van egy try, és akkor itt tudnánk a hibát kezelni. Pont úgy néz ki, mint egy szinkron kódban, hogyha a try blokkon belül vagy hiba dobódik, akár promise-ban, akár nem promise-ban, az a catch-ben fog elkapódni. Most így mondjuk a promise-nál vagy itt az összeinkövétnél, hogy én tudnánk implementálni, hogy jön akkor, hogyha mondjuk az adott kérésünk egy bizonyos időn belül nem jön válasz, tehát egy ugyan ennek a legszebb az implementációja. Tehát ugye, hogy mondjam, hogy adott időn belül nem érkezik válasz, mint a API-t, amit így... Értem. Szerintem ezt így az async await-nek erre nincsen konkrétan támogatása, de biztos vagyok benne, hogy van erre könyvtár, ami mondjuk egy olyan promise csinál, aminek van egy ilyen timeout ideje, hogy ha addig nem jön, akkor rejecteli alapból hibát dob a promise. Tehát ugye ilyen promise-okat, mint mi, amúgy mi is tudunk írni, most ebben én nem mennék bele, de akár kézzel is lehetne köré írni ennek az egész dolognak, hogy egy olyan promise, amiben elindul egy ilyen timer, és amikor a timer lejár, ha még nem volt adat, akkor visszatér egy hibával az egész. De erre biztos van valami már elkészített jobb megoldás ennél. Majd mindjárt rátérünk a könyvtárakra, hogy hogyan lehet ilyen könyvtárakat behúzni. De amúgy jó meglátás.
Jó, másik dolog még, amit valakinek feltűnhetett, hogy igazából ez a Fetch User 1 meg a Fetch User 2 kérés egymástól teljesen független. Nem, nincs szükség a 1-esre ahhoz, hogy a 2-es lekérjük, mégis egymás után hívjuk le a 2-t, ugye ami itt ez a kód vár addig, amíg az első user meg nincsen, és utána kezdjük el lekérni a 2-est. Ez nyilván nem túl megérős. Erre van egy ilyen kis szépség még. Ebben a 3-as fájlban megnézzük ezt. Most a Fetch User 1 és a Fetch User 2-t nem övételem, tehát ebben az A és a B változóban maga a promise lesz benne. És akkor a promise osztálynak van egy ilyen statikus segédfüggő, ilyen promise.all, ami egy tömböt vár, illetve a promise-ok tömbjét, és ő maga is egy promise-szal fog visszatérni, még az egy olyan promise-szal, ami akkor tér vissza, amikor mind a két, vagy az összes promise, amit kapott, már visszatért adattal. És hogyha ezt övételjük, akkor ez a user ebben pontosan akkor lesz adat, amikor mind a két promise-nak vége lett. És igazából a két promise egymással párhuzamosan lett, kb. Párhuzamosan lett elindítva. Azonban, ja hát igen, párhuzamosan lett elindítva. Nyilván, hogyha ugyanaz az adatbázishoz fordulnak, akkor nem biztos, hogy az adatbázis tudja a párhuzamos kéréseket kezelni, de ettől függetlenül lehet az eredetnek valami gyorsulása. Jó, bármi kérdés ezekre az async await-hez. Talán még azt nem említettem, meg lehet, hogy ez alapján egy kicsit ijesztően is hangzik. Alapból ennek a megvalósítása nem, tehát hogy igazából több szálon működik ez az egész, de maga a mi JavaScript TypeScript kódunk az mindig egy szálon fog futni. Amikor egy ilyen, mondjuk egy file beolvasás valami, egy async művelet, maga a file beolvasás azt egy háttér szálon futtatja a JavaScript, de a mi kódunk az mindig a fő szálon fut. És attól még, hogy mondjuk egy ilyen övét miatt itt most elveszi ettől a függvénytől a futást, és más függvény, másik kérés lesz kidolgozva. Amikor ide visszaér és megint itt kezd el futni, akkor máshol nincs egymással párhuzamosan futó TypeScript kód igazából, vagy a JavaScript az, amit ténylegesen fut. Jó, ez szintén majd szerintem sokkal egyértelműbb lesz, hogyha ezt gyakorlatilag csináljuk a következő alkalommal, de remélem az egy jó kis bevezető volt. Itt erről vannak még külön videók, főleg ez az első, ami azt hiszem ezt az async dolgot jól elmondja, ez a másik, ez meg egy sokkal jobban belenye a részletekbe, ami már messze nem szükséges ahhoz, hogy ilyen általános webfejlesztők legyünk, de elég érdekes az, hogy hogyan működnek ezek a promise-ok a háttérben, meg ilyesmi. Bármi kérdés? Jó, nem tudom, emlékeztek-e még, de amúgy egy ilyen webfejlesztő kurzusra jöttetek, és olyan webfejlesztés, ami nem sok szó volt, úgyhogy lassan most már nézzünk el oda is, hogyan is csinálunk egy ilyen webszervert, ami kiszolgál kéréseket. A Node.js futtató környezetben van pár ilyen beépített könyvtár, mint például a HTTP, amivel elkészíthetjük az első szerverünket. Ezt most meg is mutatjuk. Így néz ki. Most itt az a require szintaxis, az nem lényeges. Ezt a HTTP könyvtárt használjuk, ezen egy create server metódus hívunk. Itt most ez, ami szintén egy függvényt kér, ez a függvény ez még ilyen régi szintaxissal van létrehozva. Jó kérdés, miért? Ha már itt vagyunk, akkor legyen már így, ezt jobban szeretem. És igazából ez a create server egy olyan függvényt kér, ez a függvény lesz meghívva akkor, amikor egy kérés beérkezik ez a szerverhez. A requesten kapjuk igazából a paramétereket, a response-on tudunk pedig választ küldeni, és annyit fogunk csinálni, hogy 200-as OK választ fogunk küldeni, text lesz simán a visszatérési típus, és a hello világ nem szöveget fogjuk visszaküldeni. És akkor ez a szerver a 8000-es porton fog futni. És ha most ezt elindítom, jól emlékszem. Kösz. Ja, igen. Ugye, hogyha föl van terülve a Node.js a gépetekre, akkor a Node és utána egy file névvel lehet futtatni egy JavaScript file-t. És ezt a Pure.js-t elindítom. És akkor lokálhoz 8000-re fölmegyünk. Akkor azt látjuk, hogy a hello világ az hát nem adta be. Sajnos
a karakterek kódolása az nincsen jól beállítva, de azért talán azt gondolhatjuk, hogy nem vagyunk az első magyar webfejlesztők, és nem szeretnénk minden egyes alkalommal, minden egyes kérésen beállítani, hogy milyen kódolás legyen a karaktereknek. Ez szerencsére nem is lesz szükségünk, hiszen a Node.js-ben van még egy nagyon király dolog, méghozzá a Package Manager, Node Package Manager, az NPM, ami lehetővé teszi azt, hogy a saját kódunkat megosztjuk másokkal, illetve mások által elkészített kódot letöltsünk és használjunk. Itt van pár adat, hogy hány darab package van egy ilyen ebben az NPM-ben. Ez már egy évvel ezelőtt is a 2 milliót bőven átlépte, és ez napi szinten durván növekedik. Itt egy kis összehasonlítás más package managerekkel, mint például a Pythonos, Jávás, meg dotnetes. Rajtság ennek kell több package van NPM-en. Ez lehet tök jó is, mert nyilván akármire gondolunk, mint például ez a timeout-os dolog, valószínűleg van már rá kész megoldás. Nyilván lehetnek hátrányai is, mert lehet, hogy ugyanarra a dologra 3 különböző megoldás lesz, és ki kell találnunk, hogy melyik lesz a legjobb, de az alapból azért ez nem a világ vége. Ja, ez az oldal már amúgy nem működik, úgyhogy azért nincsenek idei adatok, mert ez már nem egészen számolja a dolgokat. És akkor hogyan használjuk ezt az NPM-et? Ennek a lényeg, az egész működése egy ilyen package.json-ban lesz kb. Leírva. Egy-egy projektnek lesz egy ilyen package.json fájlja, amiben le van írva ilyen pár alap dolog igazából a projektről, illetve azok a függőségek, amiket a projektünk használ. Tehát, hogyha szeretnénk egy projektet használni, akkor kiadjuk ezt a npm install, utána magát a csomag nevét, és akkor azt be fogja írni a dependencies közé, és majd ezt mindjárt meg is nézzük, letölti ezt a kódot, és azt innentől használhatjuk mi kedvünkre. Illetve van ilyen lehetőség is save dev, vannak ilyen dev dependenciák, ezek olyan függőségekre vannak, amiket futás közben nem használ az alkalmazás, de mondjuk a fejlesztés megkönnyítésére jól jönnek, ilyen teszteléseszközök, meg ilyesmik szoktak itt lenni. És akkor a keretrendszerek, amikkel majd az igazi webfejlesztést fogjuk végezni. Itt is jelent a keretrendszer. Számos build és development toolokat egybefogó, jól specifikált, egy már létező rendszerre új absztrakciós szintet létrehozó rendszer. Tehát mint láttuk, a Node.js-ben natívan is lehet HTTP szelet létrehozni, de az elég fájdalmas, elég sok mindent kéne beállítani. De van például egy ilyen Express nevű keretrendszer, ami a Node.js-nek a HTTP támogatását felhasználva építettek egy rendszert, ami teljesen más API-t fog felé nyújtani, tehát máshogyan kell majd azt, más függvényeket fogunk hívni, nem annyira azt, mint a Node.js-ben. De, és ő a háttérben a legnehezebb problémákat elfedi előlünk és megoldja. Ja, igen, és az Express, ez lesz az első, amit meg fogunk nézni a mai alkalmon, ez ilyen egy nagyon kicsi, tehát ahhoz képest, hogy mennyi mindent tud, nagyon kevés a forráskódja, és viszonylag kevés más dologra is épül. Viszont majd látni fogunk el azért elég nagyobb problémákat is, de hogy ezzel amúgy meg lehet csinálni egy fullos webszervert, a tanulós például ezben készült. És a alsó három mindenre épül egyébként? Igen, és akkor itt az a következő három, ezek pedig már az Expressre épülnek, tehát még egy extra absztrakciós szint. Ebből csak a nested fogjuk megnézni azt nagyon részletesen, ahol egyébként válasz, hogy Express egy Fastify nevű keretrendszerre építsen, de majd az Expresses részlet fogjuk mi használni. Jó, nézzük meg egy ilyen Express dolgot. Ja, ezt inkább itt meg is nyitom. Itt van az Express App könyvtár. Ebben most van egy index.js, ezt már mindjárt megnézzük, illetve egy package.json, az amit mondtam. Ez írja le ezt a projektünket. Egyőre nincsen sok minden benne, ami van, az se érdekes. És akkor most így nyitok egy terminált, azt nem itt kellett volna, mert most megint be kell lépnem ide. Igen, na szóval itt most abban a mappán vagyok, ahol a package-ban JSON van. Itt kiadom azt, hogy npm install express, vagy egyébként ennek a rövidítése az npm i express. Akkor most le fogja tölteni az expressnek a forráskódját, és ilyenkor a package.json az frissült is, beleírta az Express-t, és egy ilyen verziót nekünk belekötött.
Létrejött egy package log, ebben most nem megyünk bele, illetve létrejött egy node midi mappa, ebben a mappával töltötte le az Expressnek a kódját. De ha megnézzük, ebben rengeteg minden van, nem csak az Express, de megtaláljuk azt is, remélhetőleg. Igen, itt az Express mappa, de ugye az Expresset is csak úgy kézzel megírták az egész dolgot. Az Express épül más könyvtárakra, ezeknek az összes kódja is lekerült a node midi mappába. Ez nagy projektek, vagy nagy keretrendszereknél egészen nagy is lehet, az Expressnél amúgy nem olyan nagyon durva a mérete most a NodeMinuse-nak. Majd következő órán meg lehet nézni, hogy a NestJS keretrendszernél ez a NodeMinuse mappa mekkorára tud nőni egy kis projektnél is, de ugye ezt nem fogjuk például GitHub-ra feltölteni, meg ilyesmi. Ez csak itt a saját gépünkön van. Jó, és akkor az index.js-ben van a valódi Express kód. Most már tudjuk, importálunk az Expressből egy ilyen maibb szintaxissal. Ezt csak így gyorsan fogom megnézni, az Express hogyan működik, mert majd nem ezt fogjuk használni. Létrehozunk egy ilyen Express appot, itt ugye már alapból látjuk, hogy valami nagy magic történt a háttérben, amit mi nem látunk. Az Express inicializálta magát. És akkor igazából ezen az app objektumon egy listent hívunk, és ezzel kezdi el a porton való figyelést a webserverünk. És akkor itt úgy működik, hogy egy ilyen végpontot úgy tudunk definiálni, például itt az app.get, és az azt jelenti, hogy get kérésre figyelünk, aminek az útvonal az a per, tehát hogy semmi üres útvonal. És ilyen middlevereket, úgynevezett middlevereket, vagyis függvényeket lehet így láncba hívni ezeken a endpointokon. Tehát hogyha egy get kérés jön a per útvonalra, akkor ez a render függvény fog meghívódni. Ez megint ilyen requestet és response-ot kap, mint az előző alkalommal, és a response-on szented ezt a szöveget fogja visszaküldeni. Hasonlóan a .get per name, ez itt egy ilyen paraméter, tehát ez egy ilyen az elején említett root paraméter lesz, amit ideír a felhasználó, az nekünk egy változóként elérhető lesz majd, és akkor ide kettő middlevert is felfűzünk egymás felé. Után először a hello fog lefutni, itt a req.params.name, itt lesz elérhető ez a name paraméter, és ezt ebből kreálom most egy stringet, megint nagyon béna a példa, de ez a részkérdés, és ezt elmentjük a request.data-ba, ezt majd mindjárt mondom, és akkor a next függvény meghívásával átadjuk a futást a következő middlevernek, az lesz itt a láncban a render. Igen, és akkor itt kiolvasjuk ezt a req.data-t, és az alapján kiírunk valamit. De most jobban nem megyek ennél bele szerintem. Ahogy látom, az idő már elég elúszott. Úgyhogy ezt csak elindítom. És akkor azt mondja, hogy viszonyunk. Akárhoz 3000, akkor látjuk, hogy hello, this is the JS world. Az egyik között működik, tehát nem írtam be se, hogy UTF-8 legyen a kódolás, és mégis működik. És akkor annyit tudok még itt, hogy ide beírok bármit, akkor azt ide bele fogja írni a nagyon gyönyörű kódom. Bocs, ja. Nem tudom, hogy figyelj mondjuk itt a paraméterezések, de a portnak és a Express appnak mindenképpen konstansnak kell lennie, vagy lehet itt játszani? Nem kell konstansnak lennie, de az a megszokás így a JavaScript-es világban, hogy amit nem szeretnénk, hogy változzon, vagy úgy gondoljuk, hogy nem fog változni, azt konstal definiáljuk. Uh-huh. Már ugye aztól még egy ilyen komplexebb típusnál, még egy objektumnál, hogyha konst a változó, amiben elrakod azt az objektumot, attól még az objektumnak a különböző mezőit meg tudod változtatni. Uh-huh. Maga a referencia az, ami nem változhat meg. Tehát az a best practice szerintem, hogy mindent konstnak definiálsz, és hogyha valahol mégis úgy gondolod, hogy meg kell változni az értékének, akkor visszamész és lettel definiálod. Jó, ez jó. Jó, igen. És akkor igazából jó, ez az Express, nem mutattam meg túl mélyen, de higgyétek el nekem, hogy a komplexitás növekedésével itt azért lennének problémák. Láttátok, hogy nem volt TypeScript. Lehet TypeScript-tel Express projektet írni, meg is próbáltuk, már a tanulósa példa rá, de helyenként nagyon rossz a támogatása. Itt most röviden láthatjátok, hogy ilyen req.data-n adtam át adatot két middleware között, azt betípusozni nagyon nehéz lenne. Azt is láthatjátok, hogy igazán nagyon egyszerű webservert építettem, de azt egy fájlon belül oda írtam egymás fölé a kódokat, ami tök jó is lehet kis projekteknél,
de hogyha mondjuk egy akár csak egy kérdeves 10 fős projekten dolgozol, ha nincsen semmi megkötés, hogy hova lehet tenni middleware-eket, endpointokat, hasonlókat, akkor mindenki össze-vissza fogja csinálni, ami egy nagy projektnél megint csak fájdalmas lesz. Szóval ennél az Express-ten egy fokkal szofisztikáltabb keretrendszert fogunk használni, ez az a Nest.js, ami a következő alkalom témája lesz majd, aminek beépítetten TypeScript támogatása van, és valójában egy Express-t használ ő is, tehát amikor Nest-et indítunk, akkor egy Express szervert indítunk, ami meg nyilván egy Node szervert indít. Tök jó dokumentációja van, dekorátorokkal tudunk majd egy csomó kódot megspórolni magunknak, támogat nagyon sok adatbázis, meg egyebeket, ja, ezeket majd következő alkalommal szépen megnézzük. Bármi kérdés elhangzottakhoz. Ha nincs, akkor a következő alkalommal készülni. Nagyon minimálisan kell, de ugye most mondtam, hogy a következő alkalommal ilyen közös kódolás lesz, szóval örülnék, hogyha ha ti is szeretnétek becsatlakozni ebbe az egészbe, akkor hozzatok magatokkal gépet, vagy ha nem tudtok, még az sem probléma, mert a Schoenherz 103-ban leszünk, ami egy gépterem, ahol ilyen 10-15, talán 20 számítógép is van, amit lehet használni, ezek az egyetemi gépeknél sokkal jobb gépek amúgy. Viszont Vikes, tehát autás CHK-ra szépen tud lépni, szóval a Vikeseknek van ez a lehetőség. És akkor ami kell igazából egy GitHub-ra regisztrációt csináltak meg előtte, ugyanis egy ilyen GitHub Codespaces nevű dolgot fogunk használni, ami azt jelenti, hogy nem a saját gépeteken fog futni a webszerver, hanem egy ilyen virtuális gépet fogtok mindannyian kapni, és az fogja futtatni a kódotokat majd, és a böngészőtökben fog futni a VS Code is. Tehát, hogy a Visual Studio Code-nak semmilyen kódszerkesztő nincs, az se probléma, az a böngészőben mind majd működni fog. Remélem. Bármilyen GitHub profilra működik, tehát nem kell erre most külön regisztrálni, gondolom, vagy? Igen, bármilyen GitHub profilra jó. Az még egy ajánlás a hallgatóknak, ingyenes a GitHub Pro, tehát egy ilyen egész, nem olyan nagyon egyszerű a process, mert le kell fotózni a diákigazolványt, meg ilyesmi, de hogyha azt elfogadják, akkor ameddig hallgatok vagytok, addig ingyenes a GitHub Pro, és ebből van pár király dolog. Például az a GitHub Codespaces amúgy ebből így havonta azt hiszem 30 óra, ami ingyenes, 30 óra a futásidő a virtuális gépen. Ez a tanfolyamhoz amúgy bőven elég, tehát hogy a tanfolyamot azzal bőven el tudjátok végezni, később meg majd megmutatjuk, hogy hogyan lehet a saját gépetegen futtatni a Node szervereket. De a Pro verzióval ez azt hiszem 60 órára növekszik, valami ilyesmi. Ja, és akkor igazából, hogyha mondjátok, akkor TypeScript alapok meg aszinkronitással volt sok videó a diákra, ezeket vissza lehet nézni, hogyha érdekel. És akkor jövő csütörtökön ugyanekkor, de a Schoenherz 103-ban találkozunk. Illetve nagy szeretettel várom mindenkit a gyűlésünkön, most 20 órától, hogyha odaérünk addig a Schoenherzben. Hogyha kíváncsi vagytok, hogyan működik a kör így a fél év közben, meg nyerjenek egy ülésén, akkor nyugodtan gyertek el és hallgassatok be. És köszönöm szépen a figyelmet!